Túros Arnó tanítványai a hazai szorítókban már olyan komoly nevet szereztek maguknak, hogy a válogatottban is rendszeresen számítanak rájuk. Van, aki már Európa-bajnokságon is öklözhetett. Sporttörténelmi siker szerintem, mert még ennyi sportoló nem volt, Székesfehér vagy a Tököljó nem volt még válogatottban. Ráadásul minden korcsoportot érint minket. Serdülőben a Túros Levi, Frank Dominik vannak benne a válogatottban, juniorban a Sárosdi Patrik, ifiben pedig Nagy Evelin és a Tóth Adrián, akik idén már megjárták az Európa-bajnokságot is. A fiatalok mindannyian komoly célt fogalmaztak meg, egyszer majd az olimpián akarnak szorítóba lépni. Ám mesterük hitvallása, hogy kezdetben nem az eredménycentrikusság a legfontosabb, hanem a sporták szeretete. Ebből indultak ki aztán a gyerekek sikerei. Örülünk annak, hogyha minél több sportágat lehet megfelelő szinten, megfelelő közösségben űzni itt Székesfehérváron, így mindenki kiválaszthatja azt, ami számára a legszimpatikusabb. És ezen belül fontos, hogy van egy olyan közösség, ez az Ökövió közösség, amin belül ezt a sportágat is üzni lehet, de ahogy a beszélgetésből is egyértelmű kiderült, itt a nevelésnek is azt hiszem, hogy nagyon szép tere ez a csapat. Tehát miközben gratuláltunk nekik az elért hazai és nemzetközi eredményekhez, jó leső érzés volt velük beszélgetni, mert abszolút tehetséges, ügyes, abszolút célokkal rendelkező értelmes fiatalokat ismertünk meg, a hölgy és az urak tekintetében is. Úgyhogy jó volt látni, hogy van ilyen műhely a városban. A fehérvári küzdősport esélyben egyre többen edzenek, óvi és diákbox edzéseket is tartanak, és a lelkes amatőröket is várják. A versenyképességüket pedig remekül bizonyítja, hogy az országos ranglistán mintegy 100 klub közül az előkelő 15. helyen végeztek.